Új gyártócsarnok, 1400 négyzetméterrel bővült a Hirschmann Kft. 3 hét és rajtól a Kolbászfesztivál, 100 000-nél is több látogatót várnak. Mundérbe bújt történelem, litván tűzoltó egyenruha Szeghalmon. Jó estét kívánok! Önök a 7.TV híradóját látják. Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási és Nyomozó Ügyészség azzal az 51 éves mezőhegyesi nővel szemben, aki május végén Orosháza külterületén elütötte egy motorost, aki a helyszínen életét vesztette. A vádirati tényállás szerint az autós nem adta meg az elsőbséget, így történhetett a baleset. A Gyulai Járási és Nyomozó Ügyészség a napokban emelt vádat a nővel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt. Ez a bűncselekmény büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés büntetés. A Járási Ügyészség vádiratában végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt a nővel szemben, illetőleg arra, hogy a bíróság tiltsa el a közúti járművezetéstől, és a nyomozás során felmúlt 400 000 forintos bűnügyi költséget is neki kell majd állnia. Ismét új gyártócsarnokot épített Békéscsabai telephelyén az autóipari beszállító Hirschmann Car Communication Kft. A német tulajdonban lévő vállalat évente 35 millió terméket gyárt. A cég az elmúlt évtizedekben saját erőből, támogatások nélkül mintegy 3 milliárd forintot fektetett be a termelés bővítésébe. A legújabb beruházás összértéke meghaladja az 1 millió eurót. Ezzel az üzem mérete megközelíti a 7000 négyzetmétert. Még 5 év sem telt el azóta, hogy a telephely új üzemrésszel bővült. Egy további 1400 négyzetméter alapterületű gyártócsarnok épült. Irodákkal, szociális helységekkel, valamint az új technológiákhoz szükséges gépekkel. A Békéscsabai Hirschmann gyártóterületének immár második alkalommal történő bővítésével ígéretes jövő elé néz. Ezen út fontosabb mérföldkövének jó magam is részese lehettem. Az autóipari csatlakozókat, antennákat gyártó cég 1991-ben helyezte ki leányvállalatát Békéscsabára. Ez a sikertörténet csatlakozó rendszerek és földi rádió és televízió antennák egyszerű szerelésével kezdődött, melyet a Hirschmann Labor Program követett a világszerte ismert Hirschmann banán csatlakozóval. A német tulajdonban lévő vállalat az elmúlt üzleti években 46 millió euró nettó árbevételt realizált, amely a bővítésnek köszönhetően tovább növekedhet. Csepregi Nándor a megnyitón elmondta, ez nem csak a térség, hanem az ország gazdasága szempontjából is fontos beruházás. A miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint az előrehaladáshoz elengedhetetlenek a Hirschmannhoz hasonló sikeres vállalkozások. A gazdaságban pedig a fordulatszámmérő erővel bíró szereplők nem mások, mint a vállalkozások. A vállalkozások, amelyek munkahelyeket kínálnak, innovatívak, dinamikusak és mernek újítani. Ezek nélkül, a vállalatok nélkül soha nem tudnánk elérni azt a szintet, hogy benyomhassuk a kuplungot a feljebblátáshoz. A vállalat már 2016. január elején csaknem 50 új dolgozót vett fel, és a közeljövőben további személyzetbővítést tervez. A hagyományok szerint András napjától egészen farsang végéig tartják sok helyen még ma is a disznóvágást. A családok életének több napig tartó központi eseménye, bár sokat alakult az évtizedek alatt, még ma is elevenen él az ország számos vidékén. Ennek a kultúrának az életben tartását célozza az idén már 20. alkalommal megtartott Kolbászfesztivál, az immár hungarikumnak számító termék hazájában, Békéscsabán. A 3 hét múlva rajtoló 4 napos program beharangozóját pénteken tartották a Csabai Kolbászházban, ahol természetesen nem maradhatott el a disznóölés sem. Egy 131 kilós sertés szolgálta az alapját annak a kecc csináló disznóvágásnak, amit a 3 hét múlva kezdődő Kolbászfesztivál beharangozójaként tartottak pénteken Békéscsabán. A jelenlévők hamisítatlan csabai kolbászt is kóstolhattak, aminek fő ismertetőjegye, hogy a 4 alapfűszeren, a són, fokhagymán, köménymagon és paprikán kívül nem tartalmaz mást, így például bors sincs benne. Ennek az aránya az ugye családonként, szokásonként változik, de az alapja az mindegyiknél azonos, hogy nagysúlyú száraz húsból, nagysúlyú sertésből száraz húsból készül, érett húsból készül, és füstöléssel, és azt követőleg egy hosszabb érleléssel történik ennek a terméknek a előállítása, és ugye ez egy régi hagyomány szerint mindig egy évre készülő termék volt. Mindig azt mondták, hogy több nap, mint kolbász. Az idén 20. jubileumát ünneplő rendezvény szervezői a különleges alkalomra egy hiánypótló könyvet is megjelentettek, aminek célja, hogy a hátterét is megismerjék a fesztiválra érkezők mindannak, amit a csabai kolbász jelent. Mindenkinek, aki fesztiválra érkezik, a kolbász mellé oda tenném ezt a könyvet, és azoknak a csabaiaknak, akik Békés Csabáról elszármaztak, kényszerből vagy örömből. Kényszerből, mert sok minden zajlott le az elmúlt évtizedekben, vagy pedig örömből, mert karriert csináltak. Megismerhetnék a múltjukat. A fesztivál igazgatója elmondta, a programok alapját jelentő disznóvágásra, kolbászgyúró, töltő, töltött káposztafőző versenyekre minden eddiginél nagyobb az érdeklődés idén. Egyre több a visszatérő vendég, ami szerinte annak köszönhető, hogy a látogatókat megérinti a csabaiság érzése. Maga a disznóvágás az egy ünnep a családokban, és egy közösségformáló olyan hétvégi, vagy sok esetben több napos program, ami itt Békés Csabán ma is él. És igenis büszkék, akik itt élnek arra, hogy csabai kolbászt készítenek, igenis büszkék arra, hogy ez egy prémium termék, és igenis összetartó ereje van a disznóvágásnak, és igenis van csabaiság. Az október 28-án kezdődő fesztiválra mintegy 120 000 résztvevőt várnak a szervezők. Litván egyenruhával gazdagodott Szeghalom nevezetessége a Mundérba bújt történelem című kiállítás. A tűzoltó tiszti egyenruhát a litván nagykövet, valamint a litván miniszter tanácsos személyesen vitte el Szeghalomra. Túri János tűzoltóőrnagy több mint 20 éve gyűjt egyenruhákat, tűzoltó és katonai relikviákat. Az egyedülálló kiállításhoz Magyarország és a világ számos tájáról érkeztek emlékek, egyenruhák, vállapok, tőrök, fegyverek, zászlók. Vannak különösen megérintő darabok is, például egy 56-os vérfoltos zászló, vagy Kovács Gyula Afganisztánban elesett helyi katona emlékei. 3 évvel ezelőtt a család úgy döntött, hogy az összes katona jellegű emléktárgyát ide adományozza, és itt kiállítottuk Kovács Gyula, posztumusz hadnagyornak a egyenruhájait, kitüntetéseit és az magas állami elismeréseit. A vitézi rend is befogadta. Most azóta a tűzszerészek minden évben a halála napján erre jönnek, tulajdonképpen megemlékeznek róla, és nem virágot, nem koszorút hoznak, hanem egy doboz sört leraknak az emlékére. Ezen a héten újabb mundér került a gyűjteménybe, ugyanis a litván nagykövet és a litván miniszter tanácsos személyesen vitt Szeghalomra egy teljes litván tűzoltói tiszti egyenruhát. Örülök, hogy a múzeumnak köszönhetően ellátogathattunk Szeghalomra, Magyarországnak erre a részére is, és megnézhettük a várost. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy nem csak a kormányaink között legyen együttműködés, hanem a két ország intézményei és az emberek között is. Most van a Magyarország és Litvánia közötti diplomáciai kapcsolatok 25. évfordulója. Jó érzés, hogy éppen most jöhettünk ide. A delegációt lenyűgözte a tárlat volumene. Nagy benyomást tett rám a múzeum, nagyon érdekes, igen gazdag ez a gyűjtemény, szinte már grandiózusnak mondható. Nem csak magyar, hanem számos nemzetközi relikvia is van itt. Litvániában néhányan már ismerik a magyar egyenruhát, hiszen Magyarország és Litvánia is NATO tagállam, és védték magyar katonák is Litvánia légterét. Mostantól Szeghalmon litván egyenruhát is láthat majd a közönség. Túri János gyűjteménye korábban a Fiú Kollégium épületében volt, ám felmerült, hogy új kiállítóhelyet kellene keresni a tárgyaknak. A Sárréti múzeum nagy projektjében újították fel a korábbi óvodaépületet, ahol új otthonra találtak a relikviák. Azóta évente több ezren látogatnak ide. Szeghalom városnak többek között ez a kiállítás az egyik legnagyobb büszkesége, hiszen olyan érdeklődés mutatkozik tényleg határon innen és túlról is a kiállítás iránt, hogy folyamatosan és állandóan jönnek a látogatók emiatt Szeghalomra, és nyilvánvaló, ha valaki ide ellátogat, akkor nem csak a kiállítást tekinti meg, hanem Szeghalomnak egyéb látnivalóit is. A gyűjtemény megtekintése az egyenruha átadása után a nagykövet és a minisztertanácsos is körülnézett Szeghalmon, hisz korábban még sosem jártak a városban és a térségben. Megérkezett végleges otthonába az a makett kiállítás, amely az Ybl Miklós által tervezett épületeket vonultatja fel. A kiállítást és installációt a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban helyezték el. A vándortálatot 14 helyszínen mutatták be, többek között Békés Csabán is. Békés megye mindig fontos szerepet játszott Ybl Miklós életében, hangzott el azon a konferencián, amelyet Szednál szabadkígyósan a Wenckheim kastélyban tartottak. A mester által megálmodott épület nincs jó állapotban. 12 évvel ezelőtt a kastély héjazatát lecserélték. Egy műemlékvédelmi szakember parancsára nem lehetett azt a típusú palát föltenni, amivel 130 éve volt az épület fedve, hanem Brazíliából kellett ásványpalát hozni. Onnan, ahol nincsen tél meg nyár, hanem csak folyamatosan meleg idő várható. Természetesen ez a pala nem bírja a telet és a nyarat egymás után, omlik, porlik és eltömi a csatornanyílásokat, és nagyon súlyos beházási károkat okoz. A kastély állandó kiállítása lesz az Ybl makett kiállítás, valamint az Ybl épület sorok az Ungerháztól a Kálvin térig című installáció, amelyet 2014-ben Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából hoztak létre. A maketteket különleges kukucskáló nyílásokon keresztül lehet megtekinteni, és felfedezni az apró részleteket. Ybl Miklós hazaérkezett. Békés megye kitüntetett szerepet foglal az ő életművében, a Wenckheim család vonatkozásában, így természetes volt és nyilvánvalóan egyértelmű számunkra, hogy a Palota negyedből induló, Nemzeti Múzeumból induló program, ami most már imáron a 14. helyet foglalja el, itt ér véget, legalábbis reméljük, hogy itt kap nyugvópontot. Egy másik Ybl kiállítás is helyet kap Szabadkígyóson. A Budapesten látható épületsorokról szóló installációt Hidvégi Violetta fülevéltáros mutatta be Szabadkígyóson a közönségnek. Régi és új fotókon az is látható, melyik ház mennyit változott az évszázadok alatt. Megpróbáltunk eltérni a hagyományos kiállításoktól, tehát nem egy roll-up rendszerű kiállítási anyagot állítottunk össze, hanem majd lehet látni egy gerendázatra épülve tárjuk, kronológikus sorrendben tárjuk fel azokat a fontos eseményeket, amelyek a mester életéhez kapcsolódnak. A kiállítás szabadon látogatható a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban. Presszó '56 címmel hívta időutazásra a fiatalokat az önkormányzat és a Táliber közösségfejlesztésért alapítvány. Az Andrássy úti társas körben egy fotókiállítás is nyílt, amely a Szent Györgyi Albert szakgimnázium diákjainak képeiből készült. A fiatalok az alapítvány szervezésében a Gulág emlékév alkalmából tanulmányúton vehettek részt, a képek ezen a kiránduláson készültek. A középiskolások emlékezetes élményekkel gazdagodtak, mindezeket pedig meg is örökítették. A Memento Parkból fotóztunk itt nagyon sokat, hiszen ott lehetett képeket csinálni. A terrorházában nem igen lehetett fotózni. Ami a legjobban megérintett, az a terrorháza volt, sajnos nem lehetett fotózni. A kirándulás és az ennek kapcsán készült fotókiállítás célja az volt, hogy a fiatalok jobban megismerjék a II. Világháború, valamint az azt követő évek eseményeit. A modern technika felhasználásával szerintem a fiatalokat inkább meg tudják fogni, mint mi a régi konzervatív szemléletünkkel. Tehát én ezt fontosnak tartom, hogy a mai technikát, úgy a számítástechnikát, meg a fotózás technikákat igénybe veszik, és tényleg csodálatos képeket csináltak itt a gyerekek, ahogy végignéztem. A kiállítás helyszínéül szolgáló Andrássy úti társaskör nem csak a képeknek köszönhetően alakult át, hiszen a szervezők az 50-es éveket szerették volna visszahozni az érdeklődőknek. 56-os kiállítást rendeztünk itt be, igazából csak a sarok kapott egy kis részletet az 56-os emlékekből. Ez egy ízelítő, mert ugye tervezünk egy nagy 56-os kiállítást, illetve magát az 50-es éveknek a presszó hangulatát igyekeztünk megidézni. A Presszó '56 elnevezésű program zárásaként a diákok tartottak előadást az 50-es évek eseményeiről. A képekből összeállított tárlat november 30-áig látható az Andrássy úti épületben. Szebbnél szebb galambokat, madarakat, de dísztyúkot és nyulat is láthattak az érdeklődők a Körösök Völgye Látogatóközpontban. A Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete ugyanis kétnapos kiállítást rendezett Békés Csabán. galléros és szinte kopasznyakú galambok, színes és pepitatorú madarak, papagájok, hatalmas tollazatú tyúkok és ketrecükben bámészkodó nyulak várták az érdeklődőket a Körösök Völgye Látogatóközpontban rendezett galamb és kisállat kiállításon. Ez egy parókás galamb, így hívják, ez a fajtája. A bemutatót az 1923-ban alapított Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete szervezte. Az egyesület elnöki tisztét 1998 óta Borbola László tölti be, aki abba is beavatta a nézőket, hogy honnan származnak az állatok. Itt Békés megyében kedvelt fajták, amiket itt láthatunk. Vannak közöttük magyar kitenyésztésű fajták is, amik 150-200 éve lettek kitenyésztve, és vannak úgynevezett nemzetközi fajták, amiket már az 1500-as években például holland hajósok hoztak Indiából, és aztán később Angliába, meg Franciaországba tenyésztették ki a jelenlegi formájukra. Ez a parókás, ez pont ilyen fajta. Ez egy angol kitenyésztésű galamb, és holland hajósok hozták 1550-es évek körül Angliába. A kiállítás célja az volt, hogy közelebb hozzák a kisállatokat az óvodásokhoz, iskolásokhoz. A galambok, madarak, nyulak szerethetők és szépek. Emellett a velük való foglalkozás elősegíti a gyerekek rendes szoktatását, a felelősségérzetük kialakulását is. Kedves nézőink, ez volt már a Híradó. További híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!